Miből készül egy jó tambura? A válasz száraz fából. Innen ered a már nagy hagyománnyal bíró csantavéri esemény neve, a Száraz Fa Lelke Tambura Fesztivál. A rendezvényre a kezdetek óta folyamatosan nagy érdeklődéssel érkeznek a népzene kedvelői. Idén 8 vajdasági együttes szórakoztatta a közönséget. A Tambura Fesztivált a Csantavéri Mendikusz Művészeti Központ ifjúsági tamburazenekara nyitotta meg. Őket a Szína Bogja táncegyüttes előadása követte. A faluban nem újdonság, hogy a fiatalok is nagy érdeklődést mutatnak a népzene iránt, így a Mendikusz Művészeti Központ vezetői 4 évvel ezelőtt létrehozták a már meglévő felnőtt zenekar mellett az IFIK Tambura zenekarát is. Juhász Patrik már a kezdetek óta tagja a csoportnak. Engem nagyon érdekel a népzene. Általános iskolában 8. osztályban jött a körözmény, hogy el tudunk kezdeni tamburázni, szóval 4 éve. És az első próbán nagyon megtetszettek a hangszerek, ugye a hangja is, hogy mind csináljuk a hangot, és úgy játszunk, hogy szeretnénk, úgyhogy nagyon megkedveltem. Nagyon szeretem, sok helyre járunk fellépni, és jó bud az egész. Hogy érzed magad az ilyen eseményeken, ahol tamburázni lehet és fellépni? Hát én nagyon jól érzem magam, mivel hogy többek vannak, akik tamburáznak, összejönnek az emberek, ismerősök, tudunk együtt zenélni, együtt tamburálni és jókat mutatni. Mi a véleményed a mai korban élő fiatalokat, mennyire érdekli a népzene? Hát elég kis százalékát érdekli a népzene, ez elég nagy baj szerintem, de akit érdekel, az pedig nagyon, és azok nem hagyják abba. Idén 8 zenekar érkezett Vajdaság különböző területéről. Szabó Magda a Tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület tamburazenekarával és asszonykórusával lépett fel. Még óvópedagógusi munkája során ismerte meg a népzene műfaját. A zovónőknek, a tanítónőknek, tehát tanügyeseknek általában ez már a képzés közben is tantárgyként sült felvételi is zenéből. Tehát a zene az nagyon közel áll hozzánk, sőt kötelező. És akkor hát én ettől ugye a gyerekek oktatása, a tanítása közben nagyon-nagyon sokszor szinte állandóan a népzenét a korukhoz szükséges, korukhoz méltó dalokat mindig előszedtem a nép, azokat tanítottam velük a népdalokat, hát nagyon sok gyermekdal, körjátékok, minden, ami hagyományos népzene, mindig igyekeztem gyűjteni is a népdalokat, a zenéket, hogy ami megfelel nekik, ünnepségekre is mindig olyat tanítottam velük be, ami még az én gyerekkoromból emlékeztem rá, tehát különböző tájegységeknek a dalait. A Tornyosi Zenekar és Asszonykórus idén zentai katonadalokat adott elő, melyek az 50-es és 60-as években élték fénykorukat. Arról kérdeztük Szabó Magdát, hogyan lehet megőrizni a népzenei hagyományokat a modern világban. Ki kell találni mindig, hogy a gyerekeket közel hozni, tehát példát mutatni, közel hozni a dalokkal, a népdal, a népzenével, a hangszerekkel, tehát mindennel, ami csak elérhető, ami ezt a célt szolgálja, tehát az alapokat valahogy az alapok közelébe helyezni a gyerekeket, bevonzani, és akkor nem csak a népzenét, a néptáncot, a hangszereket, hanem a nyári táborokat, a kézműves táborokat, és nálam is van a kézműves tábor minden nyáron a Magdalakba, a tájházba, mert azt is csinálom, és akkor ott is hangszerbemutatókat szoktam szervezni, különböző hangszergyűjtők, előadók, aki több hangszeren is játszik, akkor meghívjuk, és akkor ők bemutatják, elmagyarázzák, és akkor egész kisebb gyerekek is találkozik egyszerűen azzal a hangszerrel, hozzá szabad nyúlni neki, megfogja, hogy ne féljen tőle, mert hát ismeretlen dolog, ugye a gyerek akkor nem nyúl hozzá, mert jaj, ismeretlen. A
Nem túlzás, ha azt mondjuk, a csontavéri muzsikusok többsége a helyi Bartók Béla Művelődési Egyesületben kezdte zenei pályafutását. Kovács Igor is közéjük tartozik, aki mára-mára a Mendikusz Művészeti Központ tambura zenekarának primása és időnkénti énekese. Ez egy olyan funkciót tölt be az én életemben a zene, hogy azt majdnem, hogy el se tudja az olyan ember mondani, aki nincs benne, aki nem csinálja a zenét. Tehát én gyerekkorom óta zenetanár, minden nélkül úgy nyújtunk föl, hogy megtanultunk muzsikálni. Kezdtük ugye a Bartók Bélába, mint ifjoncok, az idős zenészekkel, tehát a megboldogult Angyal Imre bácsi, akit mindenki ismer, tehát a muskátli zenétől a népzenéig, én nagyon tudta, ő tanítgatott bennünket. Akkor utána az ifikből a Sinkovics Attila, aki szintén a Bartókba vezette az akkori zenekart, mikor még mi kis tacsik voltunk, tehát ott tanulgattunk, gyalog leírkálta nekünk a kottát, tehát itten nagy a része a zenészeknek, szívből, lélekből muzsikál, tehát nem vagyunk profi zenészek, nem ismerjük a kottát, de annál több szép nótát, annál több népzenét, és törekszünk, hogy a profiknak a nyomába lépjünk, tehát azt tudjuk, hogy nem fogunk, de viszont még szívből, lélekből csináljuk. Még a másik dolog az, hogy ha mi összejövünk, az mindig egy nagyon szép kis család, tehát a 10 évestől a 40 évesig csinálják, örülünk egymásnak. Nagyon sok hétvégén zenekari estet tartunk, tehát megfőződik a bográcsos, megsütődik a malac, megivódik a házi pálinka, megivódik a fröccs. Mennyire nehéz megőrizni itt Csantavéren ezt a népzenei hagyományt? Mennyire érdekli az embereket, mennyire vesznek részt az emberek ilyen hasonló eseményeken? Hát olyan van, hogy magatok is látjátok, hogy ez a pandémia véget, nagyon sokan félnek összeülni, egymás mellé ülni, tehát ilyen nem volt. Tehát 3 évnek ezelőtt a színházba álltak is, tehát nem volt ülőhely. Úgymond, hogy le a kalappa csantavéri nép előtt, ebből a szempontból, de mivel, hogy sajnos ilyenkor ebédidőben, tehát ilyen helyeken, ilyenkor kell megrendeznünk a rendezvényt, mint déli 12 órakor, amikor ugye a katolikus ember ebédelni szokott, pláne szombaton odaül az étel ételéhő megissza. Elég sajnos, hogy ez így kellett, hogy történjen, de viszont muszáj megszerveznünk így az véget, mert ha nem így csináljuk, akkor nem jut idő magunkra. Tehát mi nagyon régen 1 éve tanálkoztunk ebben a 90-100 zenészet. Tehát aztán a második fél idő, mikor lemegy a protokolli rész, jön a második fél idő, akkor van időnk magunkra eszmét cserélni, nótát tanulni egyik a másikától, nótát cserélni. Pintér Magdolna, a Mendikusz Művészeti Központ alelnöke és egyben a néptánc csoport vezetője elmondta, a járványhelyzet előtt több fellépővel és éjszakával nyúló mulatsággal zajlott a Tambura Fesztivál. Idén azonban 12 órai kezdettel, csökkentett létszámú közönséggel és kevesebb zenekarral valósulhatott meg. Szerintem a közösség megtartó erő azért most is nagyon látszott, mivel előre kellett, hogy hozzuk a Tambura Fesztivált, és nem mondhatom azt, hogy üres teremben játszottunk. Tehát a 12 óra is összekovácsolja az embereket, és egy ilyen matinészerű dolgot is szépen elő tudunk adni. Hogyan zajlanak ezek, milyen nagy érdeklődés övezi ezeket az eseményeket? Konkrétan a Tambura Fesztivált hatalmas érdeklődés övezi, hogyha tudtuk volna a normális időbe megtartani a műsort, ülőhely, tehát ez tömve lett volna a terem. Vörös
Vörös Róbert, a Csantavéri Mendikusz Művészeti Központ elnöke folyamatosan azon dolgozik, hogy fejlődési és szórakozási lehetőségeket biztosítson a tamburások számára, ezért jött létre a Száraz Fa Lelke Tambura Fesztivál is. Azt is elárulta, honnan ered az esemény elnevezése. Mivel hogy ez már 9. alkalommal van az idén megszervezve, ezt én szeretném, hogyha nem szakadna meg ez a hagyomány, hanem az nagyon sokáig eltartana, ugyanúgy, mint ahogy a Duvindo Gyöngyösbokvéte, úgyhogy az is már évtizedek óta megy, hogy ennek is egy ilyen hagyománya legyen Csantavéren, hogy ez folyamatosan meg legyen mindig szervezve. Az esemény utolsó produkciójaként a zenekarok együtt léptek színpadra, és mint minden évben, hagyományként közösen adták elő a Csütörtökön Virradóra című népdalt. A Száraz Fa Lelke Tambura Fesztivál jövőre 10 éves fennállását ünnepli, ezért nagyszabású ünnepi rendezvénnyel térnek vissza a szervezők.